Barbara Schrönau. Bevezetés Husserl filozófiájába. Merüljön el magában a könyvben, ragadja meg a jelentését, azt, ahogyan azt tapasztaljuk. Intuíción alapuló filozófia. Husserl elveinek elve. Minden eredeti adományozó intuíció a tudáshoz való jogforrása. Egy kijelentés végső igazolása az intuícióban rejlik. Husserlben minden szó számít. Észrevehetetlen variációk miatt fokozatosan eltolódnak. A korreláció egyetemes a priori, alapvető szükségszerűség. Az egy önmagában, az abszolút valóság helyzete megkérdőjeleződik. A kérdésfeltevés lényegében ontológiai, eidetikus, a lét és a létezés értelmének megkérdőjelezése. Harc a naturalizmus ellen, a tudat megnyitása valami másra, mint önmagára. Husserl Franz Brentanóra hivatkozik, gondolatélményeket ír le. Matematikai idealitás az azt célzó gondolati tapasztalatokból. Az aritmetika kiterjesztése a logikára. Ezután a logikai objektumtól bármely lehetséges objektum felé. A szám pszichés eseményre utal. A tudomány annak keresése, hogy kié az igazság. Az igazságot bizonyítéknak kell tekinteni. Megragadva és intuícióként a valóságot, annak hatékony jelenlétét. A logika a tudomány elmélete, normatív disziplina. A logika a tudat pszichológiai folyamatán alapul. Rudolf Hermann Lotze. A logika a gondolkodás fizikája, vagy semmi. A logikának van gondolkodási etikája. Husserl célja a logikának megfelelő tiszta elméleti törvényesség. Husserl számára egy kategória vagy egy logikai törvény egy észlelésre utal. A legradikálisabb következmény az, hogy a pszichologizmus szkepticizmus. A szkepticizmus logikai ostobaság. Minden megnyilatkozás azt állítja, hogy van értelme és érvényessége. A jelentés szándékos, a tárgyra irányul. A logikának a jelentés és a jelentés beteljesülése irányába kell haladnia. Brandutz Tao megjegyzi, hogy Husserl a saját talaján dönti meg az empirizmust. Az eszenciák azok, amelyek nélkül a tárgyak nem képzelhetők el, és ezért nem létezhetnek. Husserl számára a lényeg objektivitása megfelel annak, amit a cselekedettől eltérőnek gondolnak. A fenomenológiát úgy határozzák meg, mint a megért tapasztalat tiszta leírását, amely a valódi összetevőire vonatkozik. A redukció az ő munkájának nyitó aktusa. A redukció maga a filozofálás aktusa, olyan cselekedet, amely hozzáférést biztosít az abszolútumhoz. Semmi sem tehet róla, ez motiválatlan, a tiszta szabadság cselekedete. Michel Henry a husserli tudat meghatározásban annak példás módját látja, ami szerinte a metafizikai hagyomány középpontjában áll. Nevezetesen a fenomenalitásnak a transzcendenciának való alárendelését. A megélt tapasztalat lényege az időbeliség. Lényegében egy élmény időben kibontakozik, és biztosítja saját valóságát, ott létét. Az időtudat összeolvad a tudat idejével, az eredeti temporalizációból születik meg az időtudat.